Szép délelőttet kívánok mindenkinek, Sarnyai Leona vagyok, a ma délelőtti Szinergia Online Fórum műsorának vendége, Szilágyi Miklós, business coach, és egy olyan témát hozott el nekünk ma, amit úgy hiszem, hogy mindannyian nagyon fogunk értékelni, ugyanis Miklóssal a változásról fogunk beszélgetni, és itt rögtön az adás elején, még mielőtt megkérném Miklóst, hogy beszéljen kicsit magáról, szeretném a kedves nézőknek mondani, hogy bármi kérdés felmerül, bármit úgy éreznek, hogy szeretnék akár egy pici tippet kérni Miklóstól, nyugodtan kérdezzenek, Miklós igyekszik minden nézőnek a kérdésére válaszolni. És Miklós, most megkérlek téged, hogy egy kicsit mesélj nekünk magadról, milyen út vezetett el idáig téged, hogy te eldöntötted, hogy igenis, te coach leszel, és ilyen formában támogatod az embereket, vezetőket, tehát ilyen formában segítesz nekik. Tiéd a szó, Miklós, adom neked a hangot, tessék. Köszönöm, jó reggelt kívánok. Kérdezem, hogy lehet-e tegeződni, Leona? Veled tegeződünk már. Ilyen tréningekkel, akkor kérem a többieknek is az engedélyét, nem tudom, hogy hogy természetesen, köszönöm szépen, Ati írta, hogy természetesen, szervusz Ati. Ilyen alkalmakkor, igen, tehát, hogy egy kicsit az, hogy magamat látom, és nem azt, akivel beszélek, ez engem most egy kicsit zavar, de majd meg fogok szokni, és így nagyon a Leonát nézem, mert akkor azt akarom reagálni, hogy mi történik. Na most úgy volt, hogy business coach. Én business coach vagyok valóban, ebben a területen dolgozom, de azt tudni kell, hogy az üzleti coaching ma is felmerülnek magánéleti vonatkozások, úgyhogy tulajdonképpen az ember az egy. Tehát nem van egy magánélete, nem az van, hogy van egy magánélete és van egy munkaélete, hanem ember, és mindenhol előfordul minden. Megpróbáltam ebben néhány slide lesz, néhány gondolatot már föltettem, de aztán ha kérdeztek, akkor teljesen szét lehet rázni az egészet, és azt fogok válaszolni, amit kérdeztek, vagy amit Leona. Leonát is kérdeztem, hogy nyugodtan szólít, és szóljon közbe, amikor kell, ha gyorsan beszélek, ha már túl unalmas, ha túl komplikált. Tehát az, hogy nem a bizniszről beszélünk, hanem gyakorlatilag a változásról az életünkben. És nem az üzletről, hanem a magánéletről is, és mindenről. Na most ez nagyon érdekes lenne, hogy kinek mit jelent ez. Tehát ha most itt ülnénk együtt, vagyunk 14-en, már 14 plusz 2 plusz 16-an, jó kis kör egyébként, akkor most megkérdezném mindenkitől, hogy mit jelent számára a változás, de hát ez így hosszú lenne, és nem érnénk a végére. Úgyhogy Leonától megkérdezem, hogy neki mit jelent a változás. Igen, hát a változás az, ugye szoktuk azt hallani, hogy ha ami állandó, az biztos, hogy a változás. A változás mindent, tehát szerintem a napjaink folyamat változás, amit te csinálsz, például mint coach, az is egy változás. Tehát, és ez az a szó, hogy hallom, hogy változás, akkor nekem néha egy kicsit olyan félelem eszembe jut. Valamitől félünk a változástól, félünk, hogy a változások folyamán fájdalmak érnek bennünket, és akkor inkább nem is akarunk változni, amit később lehet, hogy megbánunk majd, de inkább úgy érezzük, hogy nagyon jó itt nekünk a komfortzónánkban, így minden nap. Nem is nagyon akarok én változni, de én azt mondom, hogy mindannyian akarjunk változni, és itt van nekünk Miklós most, és akár tippeket is ad nekünk, és jó ötleteket, hogy merjünk indulni, és merjünk változni, változtatni. Röviden nekem ennyi. Gyakorlatilag szervezetted majd az első szlájdot még hagyd. Gyakorlatilag igen. Tehát a félelem, fájdalmak, komfortzónából kilépés, ahogy szoktuk ezt hívni, meg itt sok online fórumon felmerül ez a komfortzóna szó. Igen, menjünk rá akkor az első szlájdra. Oké, hozzam már is. Pillanat, és már is itt van. Tessék. Ezt a Facebookon találtam ezt a képet, és nagyon zseniálisnak tartom, mert ez az életünkben mutatja be az alapváltozásokat, hogy ilyen kisgyerekek vagyunk, aztán felnőttek leszünk, aztán érett emberek leszünk, és aztán igen, öreg emberek leszünk, és aztán lesz valaki, aki majd nem tudja tartani a képet, de képkeretet. És ez egy fontos dolog, hogy ezzel tudjunk ki együtt élni. Gyakorlatilag
Most van az a változás, kétfajta változás van, sokat gondolkoztam ezen a pár nap alatt, hogy foglaljam ezt össze ilyen röviden. Tehát van az, ami történik velünk, ugye Fiona, amiről beszéltél, és attól félünk, meg van az, amit mi kezdeményezünk. A kettő összefügg egyébként, össze tud függni, vannak közös halmazai. Én most ebben a prezentációban főleg arra koncentrálok, hogy amit mi szeretnénk elérni, hogy azt milyen lépésekkel, mit tudja segíteni. De ha lesznek kérdések, mondom, szétrázzátok az egészet, az annak is fog körülni, mert az azt jelenti, hogy ide figyeltek, és érdekelt titeket az egész. Gyakorlatilag egyébként nem tudom megfigyelni, hogy mindenki változásról beszél. Az is, hogy ez a változás, milyen változásról szoktak beszélni az emberek? Szerinted Leona, ha azt mondja valaki, hogy másnak kéne lenni, akkor ő miről beszél általában? Hogy például nekem másnak kellene lennem? De most innen kimész, és beszélgetsz valakivel, és azt mondod, hogy annak meg annak másnak kéne lennie, meg kéne változnia. Nem embernek feltétlenül, hanem valaminek. Uh-huh. Tehát mindig a környezetünk, a külső tényező várja a változást, nem mi akarunk. Nem erre gondolsz? Állandóan felvezeted a következő szlájdot, légy szíves, a következő szlájdot add be. Ez egy Lev Tolstoj idézet, hogy mindenki állandóan meg akarja változtatni a világot. Érdemes lenne írnotok, amikor beszélgettek ma majd az emberekkel, hogy hány ember, hány minden, mi mindent akar megváltoztatni. És kevesen van, akik mondják, hogy te figyelj, én meg akarok változni, ezért, meg ezért, meg ezért. Ilyen is van, mert mondjuk 10-ből 9 az 1. Tehát, hogy egy, aki azt mondja, hogy ő akar megváltozni. És én meg azt mondom, hogy ha mi megváltozunk, akkor egy kicsit a rendszer is megváltozik. Persze nagyon fontos, hogy mi mekkora része vagyunk annak a rendszernek, de mondok erre egy példát, hogy egy főnök szeretnénk, ha megváltozna, szeretnénk, ha más lenne. És általában a coachingban ez elő tud fordulni. Ugye? Hát szeretném, ha ő más lenne, vagy a munkatársam más lenne, vagy a feleségem, férjem más lenne. És értem azért a munkahelyben jön. Más lenne a feleségem, megváltozna. Általában egyébként a férjem megváltozna, mert a hölgyek azok, akik azt gondolják az elején, hogy majd ők megváltoztatják őket. Ez igen, vagy sikerül, vagy nem. Lényeg az, hogy mit akarhattam ezzel mondani? Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a főnökünk megváltozzon, maradjunk azért nekem is. Igen. Oké, igen. Köszönöm, Leona, visszahoztál a lábjegyzeteiből. Tehát igen, tehát hogyha mi megváltozunk, akkor a rendszer megváltozik. És ha mi máshogy reagálunk rá, megváltoztatunk valamit, akkor egy idő után ő is meg fog változni. Lehet, hogy ez olyan dolgokhoz vezet, ami érdekes lesz, de mindenesetre, ha mi megváltozunk, a rendszert mindig megváltoztatjuk egy kicsit. Azt megengedtek egy kísérletet? Most vagyunk itt 17-en, a 90-as tea dolgot a többen nézt, hát ha majd itt is le tudunk még gyűjteni. Tegyétek így keresztbe a kezeteket, ahogy én most így keletbe szedtem. Leona, kérlek, hogy tegyél keresztbe a kezed. Megvan? Oké. Mindjárt megvan? Jó. Akkor most tegyétek azt meg. Tudom, de igen, ott az igen. Kérlek arra, hogy most fordítsátok meg, hogy ahogy nem szoktátok, tehát hogy az legyen fölül, ami, mert én sem tudom, meg sem tudom csinálni, tehát komolyan, mert megint az jön elő. Igen, így. Tehát úgy, ahogy nem szokták. Próbáltok. Milyen érzés? Azért várok egy választ a 17-ből is, de tőled is várom, Leona. Kényelmetlen, így van. Ati nagyon, nagyon, nagyon aktív. Köszönöm szépen, Ati. Igen, kényelmetlen. Diszkomfortos. Kivettem, hát én is kivettem már a kezemet belőle. Hányan vettétek ki? Mindenki kivette már belőle, nem? Na most gondoljátok el, hogyha egy ilyen kis fizikai változás, ilyen kellemetlen, nem nagyon nagy kellemetlensége, de mégis is kellemetlen érzés, azt is írta valaki a Mezei László, igen, hogy diszkomfortos. Akkor képzeljétek el, hogy milyen nehéz változni. És hát milyen triviális, hogy nehéz. Mert mindenki ugyanúgy teszi mindig keresztbe a kezét. Csak egy érdekesség. Most arra kérlek titeket, mert lesz egy olyan blokk, amikor
amikor végigmegyünk egy változás fázisain. Tehát, hogy lesznek benne érdekesek, amire nem gondol az ember elsőre. Én sem gondoltam elsőre, amikor először találkoztam ezzel. Ez egy modell, sokféle modell van. Én egy modellt hoztam ide, és ahhoz az lenne a jó, hogyha most mindannyian gondolnátok valamire, amit el szeretnétek érni. Egy saját célra. Lehet ilyen kicsi, lehet kicsit nagyobb, lehet ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagy. Megvan. De Leona, téged is kérlek, nem kell megmondani, Leona, nem kell megmondani, csak kérlek, hogy gondolj valamire, amit el szeretnél érni. Oké. Na most, hogy segítsek egy kicsit, akinek még nem sikerült, 22-en vagyunk, akinek nem sikerült, menjünk rá a harmadik szlájdra. A harmadik szlájd öt olyan dolgot sorol fel, én nem fogom felolvasni, olvassátok el, amit az emberek megbántak az életük végén. Ez egy könyvben jelent meg, ott van alul az életkönyv a címe, Bronnie Ware nevű hölgy írta, akinek ez volt a fel, ezt csinálta nagyon sokáig életében, hogy haldokló emberekhez szegődött segítőnek, ápolónak. És beszélgetett velük, és hogy mondjam, komfortossá tette nekik, nem értek rá a család, és akkor megfizették őt, és beszélgetett velük. És ebből a sok beszélgetésből leszűrte azt, hogy mi az az öt dolog, amit legtöbbször mondtak, hogy bárcsak több bátorságra vett, hogy saját életemet éljem, és nem a másét. Mondom, nem fogom mindet elolvasni. Ez csak arra annak segít, aki esetleg nem tudott volna találni a magától. De én biztos vagyok benne, hogy menjünk vissza a célotokhoz most, jó? Tehát ezt elolvastátok? Én azt hiszem, hogy elolvastátok. Írja valaki, hogy elolvastátok? Ati. Nagyon szépen köszönöm, Sándor. Jó, tehát elolvastátok, akkor menjünk a négyes szlájdra, és nézzük meg, hogy hol vagytok ezen az úton. Hát ugye ugye úgy kezdődik, hogy nem fogom én ezt csinálni. Úgy folytatódik, hogy nem is tudom megcsinálni. Aztán meg akarom csinálni. De hogyan csináljam meg? Aztán megpróbálom, aztán meg tudom csinálni, meg fogom csinálni. És aztán megcsináltam. Most mindenki, nem kell, nem, ti nem is nagyon tudjátok elmondani, Leona, neked, te azért azt elmondhatnád, nem azt, hogy mi a célod, de hogy hol tartasz a céloddal. Én fönt, ott meg fogom csinálni, és lépek a felső lépcsőre, hogy megcsináltam. Tehát ezzel a célod, igen, amit most kigondoltam, és a néznek olyanok, akik ismernek, és biztos is tudják, hogy mire gondolok, meg fogom csinálni. És egy lépés tart már attól csak, hogy megcsináltam. De jó, és írják, ugye, van, aki azt írja, hogy én a hogyan lépcsőn érzem magam, van, aki azt írja, hogy meg tudom csinálni, van, aki azt írja, hogy I will do it, azt megcsinálom, meg tudom csinálni. Tehát mindenki onnan indul, hogy a hogyan, tehát a meg akarom, igen, a hogyantól indul mindenki. Oké, meg fogom csinálni, még egy. Jó, aktív a csapat, 23-an vagyunk már. Jó, most jön, mielőtt még ezt a lépéseken végigmennénk, jön három alapgondolatom, ami sok mindennel összefügg, lehet, hogy bármiről beszélnék most, ezt a hármat idehoznám, a változással is összefügg. Ez három eleme az életünknek, amit meg kell tudnunk csinálni akkor, hogyha, tehát jól kell kezelnünk, az a jó szó, azt hiszem, hogy jól kell kezelnünk akkor, hogyha ha jól akarjuk érezni magunkat. Tehát most jön három szlájd, álljunk meg mindegyiken egy kicsit, valamit mondok hozzá, ezek ilyen alapfogalmak nekem. Nézzük a következőt. Ez a jó ragaszkodás, a hasznos ragaszkodás. Ez az, hogy megtaláljuk a kapcsolatainkban, a munkánkban, az életünkben azt a pontos helyet, ami nekünk megfelel. Ez mindenkinek más. Tehát arányok. Hogy ne túl ragaszkodjunk, anya-gyerek, szerelem, szerelmesek, sok mindenre igaz, házaspár, hogy mi az a komfortos, ahol mind a kettőnknek komfortos. Tehát a jó ragaszkodás. És talán mindannyian ismerünk olyat, amikor az nem jó ragaszkodás, nem hasznos, terhes a másiknak. Tehát ez a jó ragaszkodás. Akkor menjünk a másodikra. Ez a jó, a hasznos elengedés.
amikor hát legkönnyebben a gyerek, amikor kiszáll a fészekből, ez jut eszébe az embernek, amikor ugye a szülő, az anya, ugye, legfőképpen az anya, ugye, jaj, elment, és most nem tudok neki reggelit adni, siet, mit fog enni? Fog enni? Biztos, hogy rendesen eszik, ugye? Tehát, hogy meg hogy intézi a dolgait, meg rend lesz-e a szobájában, meg mit? Mindenfélére gondol, ezt a férfiak egy kicsit könnyebben viselik. Én mondhatom, ez én nagyfiaimmal, én azóta jobb, könnyebben tartom a kapcsolatot, ahogy nem azért, hogy nincsenek itt, hanem hogy ilyen felnőttként. Tehát, hogy már nem, tehát nem gyerekként kezelem őket, gyerekként fordulok, nem kezelem őket, fordulok hozzájuk, hanem felnőttként. És akkor ez, és ezt a nőknek egy kicsit nehezebb, de nagyon sok mindenre igaz ez. Hát egy szerelmest elengedni, amikor én nekem még nem ért véget. És azt is meg kell tudni tanulni elengedni, mert ha nem tanulom meg elengedni, éveimet, hónapjaimat, éveimet ronthatja el. És akkor menjünk még egyen. Ez még nekem egy nagyon alapfogalmam, a dinamikus egyensúly. Én ritkán, vagy hogyha beszélnek a boldogságról, akkor azt mondom, hogy ha valakinek nincs meg egy dinamikus egyensúlya, akkor nem nagyon lesz alkalmas arra, hogy boldog legyen, mert arról ugrik fel az ember. A boldogság azok ilyen pillanatok, napok, hetek, hónapok, de 10 év egyszerre egy miatt az nem nagyon jön össze, és akkor visszaesik az ember, de hogyha az dinamikus egyensúlya van, az egyensúlyra, a biztonságban esik vissza, a saját önbizalmában, az önbecsülésének a bizalmá, a egyensúlyába, akkor módja lesz arra, hogy megint boldog lehessen. És a dinamikus szó az azért kerül elé, mert ugye vannak mindig rosszabb periódusok. Tehát ez egy mozgás, ez soha nem lehet, mindig vannak bánataink. És ha vannak bánataink, vagy rosszul érzük magat, az normál, az szabad, azt lehet engedni. Jó? És akkor most talán, most egy sikeres változás kereteiről szívesen beszélnék. Ez itt egy szlájdon van rajta, ezeken fogunk végigmenni. Gyakorlatilag ez is egy copyrightosot alul van, egy Retheming című könyvből, ez csak angolul van meg, Ben Furman is tappani, ahol az két finn, egy pszichiáter és egy pszichológus és kócsok állították ezt össze, és az álommal kezdik, és nem a célokkal. Most lehet, hogy a ti céljaitok, lehet, hogy valaki egy nagyon konkrét célja van, akkor az álmot ugorja, azt mondja, hogy én most ezt a konkrét célt el akarom élni. És nyilván az is egy álomnak a része, ugye? De ne menj el hely. Oké. Na, tehát hogy, de az álommal kezdjük, mert ez fontos. Tehát, hogy mit szeretnénk elérni 1 év múlva, 5 év múlva, általában távolabbra nem nagyon érdemes tervezni, de 20 év múlva, 100 év múlva, miért ne? 120 évig élhetünk elvileg. Tehát, hogy biológiailag. Tehát az álom az, hogy jelen időben leírni, és mindig mindenhez hozzá, majdnem minden ponthoz hozzá fogom tenni, hogy írd le az álmodat, hogy hol szeretnél lenni, mit szeretnél csinálni, hol vagy, mit dolgozol, kik vesznek körül, mi van a családoddal. És akkor ez az álom, ez gyönyörűen leírod egy A4-es lapra, és kész. De minél több finomság van benne, annál motiválóbb lesz, annál jobban vonz téged, hogy ott szeretnék lenni, nem 5 év múlva, már most, már holnap, már 1 hónap múlva, 1 év múlva. Ugye? És akkor jön a második pont, a célok. Azért célok, és nem cél, mert az álom, azt nagyon úgy érdemes megfogalmazni jelen időben, hogy lesz akkor. És hát ugye van a most. És mit kell csinálnom ahhoz, milyen célokat kell kitűznöm ahhoz, 1, 2, 3, 4, 5, hogy elérjem azt az álmot. És akkor most, hogy egy folyamatban vagyunk benne, most vegyük azt, hogy az a cél, amit választottatok, az egy ezek közül, a célok közül, ami az álmotokhoz vezet titeket. És akkor van egy érdekes, ez a cél egyébként, van erre egy kollégának a hasonlata, hogy ugye van az, hogy beszállunk egy taxiba a repülőtéren, és a taxis hátrafordul, és megkérdezi, vagy oldalra fordul, hogy hova vigyem. El innen a repülőtérről.
hova vigyem, mi a B pont, ugye? Tehát ha meg kell mondani, tudnunk kell, hogy mi a cél, mert nem lesz motiváló, nem tudunk hova menni. Tehát meg kell mondanak a taxisofőrnek, az életünk vezetőjének, magunknak, hogy hova akarunk menni. És egy érdekes pont ez itt most gyakorlatilag, én még ide be is fűzök valamit a célokhoz, gyakorlatilag nevezd el ezt a projektet. Tehát van egy projektetek. Itt valaki írt valamit, arra mindjárt válaszolok. Tehát nevezd el azt egy projekt, adj egy projekt neve, adj egy neve, projekt, adj egy nevet annak az annak a célnak, amit most kitűztél. És még egy kicsit jobban elrugaszkodok, aki szeret rajzolni, az csináljon egy címert hozzá, vagy egy szimbólumot, vagy neve, magának írja le, hogy ennek az a, ha ezt elérem, annak ez a szimbóluma, hogy ezt értem el. Tehát, hogy tudjál mind rá gondolni. A szimbólum az egy elkötelezettséget is kifejezi. És akkor valaki itt írta azt, hogy az álom jobb, mint a cél, mert abban van egy kis elrugaszkodás a valóságtól. Igen, ezt hangsúlyoztam, hogy az álom az nem a cél. Az álom az, hogy ott vagy már, és minden megtörtént. És a célok azok az oda vezető utat térképezik fel. Minél részletesebb az álmod, hogy hol akarsz lenni, mit akarsz csinálni, mit kell ahhoz tanulni, annál világosabban meg tudod fogalmazni a célokat, amik után aztán mész. És akkor gyakorlatilag most eljutottunk a támogatókhoz, nem véletlenül pirossal van, mert pirossal írtam be a szlájdra azokat, ahol másokat is bevonunk. Általában, amikor egy célt tűzünk ki, akkor elég erősen arra gondolunk, hogy ez az én dolgom, én fogom csinálni, az én energiám, az én mindenem, ugye? És ez egy team sport, ez egy csoport sport, a személyes fejlődés. Ha be tudod vonni azokat, akik körülötted vannak, akiket szeretsz, akik neked fontosak, lehetnek azok a szüleid, a testvéreid, a barátaid, a munkatársaid, miért ne? A főnököd, miért ne? Látja, hogy fejlődni akarsz, és ebben és ebben. Hát támogatókat kell kigondolni, és írd le, hogy ki miben tud támogatni. Pici kis dolgok ezek, nem ilyen öt oldalas valami, egy fél oldalra, ezt szeretném kérni, ebben a részében a célnak fog támogatni. Na most az előnyök, az is piros, mert ez a motivációdat erősíti. Írd le két oszlopos táblázatban, hogy előnyök, ha elérem ezt a célt nekem, és előnyök a többieknek, nem feltétlenül csak a támogatóknak, a többi embernek. Lehet, hogy nem vontad be támogatónak, de neki is előnyös lesz. Írd le. És ha le tudsz írni mind a kettőre hármat-hármat, mondjuk, hidd el, az a motivációdat az turbozni fogja. Fel fogja turbozni. Most a működő előjelek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit elértél, általában úgy van, hogy az álmaink azért nem a... Tehát most akkor hirtelen azt mondom nektek, hogy mi az álmod, akkor nem most találod ki. Tehát valamit már csinálsz, valamin már gondol, valami ott benned megvan. Sőt, azt merem mondani, hogy valamit már csináltál is belőle, vagy valamit már csinálsz belőle. Okay? És azt le kéne írni, hogy vagy a célból, vagy az álomból is esetleg már, mi az, ami már működik. Mi az, ahol vagy? Ahol vagy, mit tettél már azért, hogy az már működik? Itt jön az a mondás, egy nagyon általános mondás, hogy csinálj abból többet, ami már működik, és csinálj mást, ami nem működik. Tehát csinálj többet abból, ami már működik. És majdnem kizárt. Itt ugye mondtátok, hogy meg tudom csinálni, igen, meg fogom csinálni, I will do it, majdnem mindig, meg tudom csinálni, meg fogom csinálni, abban már egy csomó minden van benne. Ha egy 10-es skálán megkérdezem most tőletek, tőled is, Leona, hogy abban a bizonyos célban, amire én mondtad, hogy hol tartasz, ott fönt tartasz, aztán az utolsó lépsz fel a lépcsőre, hogy egy 10-es skálán a cél a 10-es, még nem is gondoltál az 1-es, hol tartasz, hányason tartasz. Mindenki gondolkozom a sajátján. 7. 7-esen tartasz. Oké. Okay. Az nagyon rendben van. És
Most akkor azon kéne, azt kérem, hogy vegyük azt, hogy egy lépéssel előbbre léptetek azon a skálán. Ti is mond, 4-5, 5, oké, ott az nagyon sok. Tehát a 4-5-be, az 5-be, most arról beszélgetnénk, hogyha ez coaching lenne, hogy mi minden van már abban benne, de azt tudnom kéne a konkrét dolgot, hogy tudok konkrétan kérdezni, de most ebben nem megyünk bele Leonával sem, de ez a lényeg, hogy ebben már a Leona hetesébe, hát abban rengeteg dolog van benne, amit ő magától megcsinált, amit neki segítettek abban. Na most képzeljük el, hogy a 8-ason van a Leona, és az Alex a 6-oson, Mátyás pedig a szintén a 5 és felesen 6-oson. Most visszanéztek ebből a 8-asból vagy 6-osból. Mi az, amit máshogy csináltok? Nem kell mondod, de nem is mondtad a célodat, most csak egy hogyan érdemes gondolkozni. Tehát, hogy az ember elkezdi már egy picit még kvantifikálni is, tehát mennyiségben is ki lehet így fejezni, és ez tud segíteni a tovább gondolásban. Oké. Most itt jön az, hogy ez a következő lépés, és akkor ez így lehet menni tovább, hogy a 8-as, a 9-es az mi lenne? De nem úgy, hogy mit kell tenned, hanem a 9-esre odalépsz, és visszanézel, hogy hú, ez már 2. Ez már tényleg, már majdnem a második lábamat is már majdnem fölemeltem. Igaz, az a kis figura, aki ott volt az utolsó előtti lépcsőn. Oké. Na most itt van egy érdekes pont, a kihívás. Ugye, hogy nem lesz könnyű. Tehát kinek milyen ez a választott célja, biztos, hogy lesznek kihívások az út közben. És érdemes elgondolkozni rajtuk, hogyan fogok tudni azzal szembenézni, ezzel a kihívással. Mi lehet az? Érdemes leírni. Milyenre gondolok előre, és mit fogok tenni, hogyha valóban bejön. Most az... Leona kérdés? Mint ahogy hátradőltél volna. Nincs? Oké. Akkor oké. Na most itt az önbizalom az ugye már abból következik, hogy aki elért a céljában a 7-esre. Megvan az álma. Az egyik célja az, amit el akar érni, abban már a 7-esen van, mint Leona. Akkor gyakorlatilag önbizalmának, hát rengeteg dolgot összegyűjtöttünk az előző lépésekben, hogy mit tett meg, sőt, már van egy elképzelése is arról, hogy mi a következő, hogy a következő lépés, de mi lesz majd benne, ahhoz képest, ahol tart, a 8-ason, ugye? Most mi az, ami téged és a támogatóidat, lehet, hogy ezt pirosra kellett volna írni, mi az, amit téged és a támogatóidat is magabiztossá tesz, hogy el fogod érni ezt a célodat. És ez egy mondás a Ben Furman kis ilyen, van egy ilyen kis könyvecskéje, hogy egy optimista az, akinek jó oka van, hogy higgyen benne, hogy valami lehetséges. Tehát jó oka van arra, hogy higgyen benne, hogy valami lehetséges. És mi lehetne jobban annál az oknál, hogy a 7-ig már sikerült elérnem? Vagy az 5-ig? 4-5-ig? Oké. Okay. Na most itt egy érdekes pont lesz, amit ritkán szoktuk megcsinálni, ez a 9-es pont, ez az ígéret. Az ígéret az annyit jelent, hogy ezt jó lesz megbeszélnünk. Tehát, hogy mi volt a célunk, hát eleve támogatókat kerestük meg, de hogy a támogatókkal megbeszélni, és megígérni neki a következő lépést. Tehát magyarul, amit publikusan megígérsz, amit kimondasz, és nem csak magadban tartod, az egy egész más dolog. Annak van egy kötő, egy húzó ereje, ugye? És gyakorlatilag itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy már elkezdtünk, már egy kis füzetünk van, ugye? Elkezdtük, leírtuk az álmunkat, aztán leírtuk egy második oldalra a céljainkat, aztán elkezdtük, hogy kiválasztottunk egy célt a célok között, megint egy oldal, ez egy kis füzetet képzelek el, ilyen kis, nem tudom, ilyen kis hajtogatós füzetet. A következő oldalon az előnyök, a támogatók, aztán az előnyök. Nekem, másnak. Aztán következőn, 10-es skálán hol tartok, mi van ebben már benne? Aztán következő lépés mi legyen, leírom, az elő fog jönni újra és újra a következő lépés. És akkor mi lehet a kihívás, mit fog tenni vele szemben, mi a önbizalmat, 2-3 pont, nekem mi a önbizalmat, nekik mi a önbizalmat. Következő pont, mit ígértem meg, mi az, amit kimondtam, mi az, amire azt mondtam, hogy ezt meg fogom csinálni. És ez a követés, tehát kvázi egy follow-up, egy követése annak, ami történik velem, ennek az egész kis projektemnek, ennek a kis cél felé tartó fejlődési utamnak. És igen,
lesznek megtorpanások, adott esetben lehetnek megtorpanások. Ugye mondtuk, hogy a kihívás, ott már készülünk rá, amikor megtorpanás van, azt érdemes erre előre is készülni, megnézni, hogy ez egy új-e, olyan-e, ez a megtorpanás olyan kihívásnál jött, amire gondoltunk. Ha nem, akkor a következő célnál, amikor oda jutunk, hogy kihívásokat írjuk fel, akkor már eszünkbe lesz, hogy hopp, a múltkor nem gondoltunk arra a fajta megtorpanásra. És hát, ha ez a megtorpanás jellemző ránk. Ugye? És akkor azt érdemes arra figyelni, hogy ez legyen egy minta, ami mindig elő szokott jönni, amikor valamit elhatározunk. Na most akkor itt az ünneplés az gyakorlatilag két elemből áll. Egyrészt, ugye köszönd meg. Hát ugye akkor ünnepelsz, amikor fönt vagy ott, és megcsináltam. Ugye emlékszünk arra a kis szlájd, hogy megcsináltam. Először is érdemes végig gondolni azt, kis táblázat, kinek, miért, mit, hogyan. Kinek, miért, hogyan. Megköszönni a segítségét, azt, hogy támogatott. De van egy olyan ága, olyan oldalad dolognak, és ezt is érdemes leírni, de mondom, pár szó, az egész egy, majdnem azt mondom, hogy az egész elfér két A4-esen, az összes, amit mondtunk, hogy írd le, hogy neked mi volt ebben a szereped. És leírni, hogy ezt fejlődtem, és ebben nekem ez volt a szerepem. A támogatókat megbeszéltük az előző kis tárgyalatban, ebben pedig megbeszéljük azt, hogy mi a mi szerepünk. Oké? És gyakorlatilag most én kérdeznék, és most itt a 21-en vagyunk, Leona, téged, még van egy-két szlájd, azt hiszem, de most ezen a ponton, mert azért ez egy nagy adag volt, én most azért kérdeznék, hogy igen. Kérdés nincs, hanem én az ígéretnél megragadtam, okay. És én nem is tudtam, tehát én úgy is mondjam, hogy tudattalanul viselkedtem eddig úgy, vagy tettem a dolgomat úgy, hogy én kimondtam, valakinek megígértem, tehát én saját magamat ezzel erősítettem, hogy ugye, mert mindannyian képesek vagyunk, vagyis hajlamosak vagyunk kicsit a halogatásra is. Tehát el akarjuk kérni a célunkat, de halogatunk, és keresünk a kifogásokat, hogy mit, miért nem, és én ezt praktizáltam, és ebben meg tudlak erősíteni, hogy én megígértem embereknek, munkatársaknak azt, hogy én ezt hamarosan meg fogom csinálni, de ezt tudatosan ígértem meg, mert éreztem valahol belülről, hogy ez nekem nehezemre esik egy kicsit. Tehát nekem ez kihívás, és ha nem ígérem meg, akkor képes leszek, elhalasztom, és nem tudok lépni előrébb. Tehát nem tudok fejlődni, nem tudok a célok felé. És nekem ez valahol tudattalanul működött, mert én úgy éreztem, hogy én ilyen vagyok, hogy én valamit megígérek, akkor azt szeretem betartani, de viszont én ezzel magamat pörgettem fölfelé, mert ugye megígértem azt, hogy én azért tiszteletbe, tehát tisztességesen betartom azt, ha én valamit valakinek megígérek, és akkor rákényszerültem, még ha le is izzadtam útközben, de megcsináltam, és ebben meg tudlak erősíteni, hogy ennek óriási ereje van az ígéretnek. Most én ezt... ez nagyon klassz volt. Bocsánat, nagyon klassz volt, ahogy ezt elmondtad, Leona, hát ezt én szebben nem tudtam volna. Ez egy nagy erőforrás, ezt tudod, ugye? Igen, a másik, ami nekem még végig beszéltél, és te coach vagy, ugye a coach, mint szakma, meg foglalkozás nemrég jött fel az emberek ismeretébe, tehát mondhatnánk azt, hogy egy kicsit új. Én végig mindig azt éreztem, hogy olyan emberek keresik fel a kócsokat, akik megakadtak, akik pocsolyába vannak, akiknek lóg a szárnyuk, de valamit, és nem, arra éreztem most rá, hogy én nem vagyok most olyan helyzetben, de egy változási folyamatban vagyok, és igen, óriásit adtál nekem ezzel a 30 percet, tehát kócsokat nem csak akkor kell felkeresni, hogyha a mélyponton vagyok, vagy depresszióban vagyok, vagy elvesztettem a házam, vagy cégem is segíts, hanem mikor toppon vagyok, és változ, de még akarok változni, és segíts nekem, hogy tudok még följebb erre is. Én ezt most őszintén mondom, nálad éreztem meg. Nálad éreztem.
Ezt köszönöm, én mondok példát mindjárt. Most ha valaki azt írta a Bori, hogy leírom, akkor magamnak teszek ígéretet, én ezt használom, abszolút. Teljesen jó. Esetleg Bori egyszer-kétszer kipróbálhat már egy olyan tervnél, olyan célnál, ahol úgy érzed, hogy erősebb szerepe lehet másnak is, hogy mások, hogy esetleg az egy milyen erőforrás, hogy téged szeretnek emberek, és támogatni szeretnének, és hogy az is egy erőforrás. Nem muszáj, de próbáld esetleg ki. Erre, amit mondtál, Leona, most nem is olyan régen két olyan esetem is volt, hogy valaki nagyon jó állásban, magánemberként odajött, tehát azt mondta, hogy ezt most ő fizeti, és abból a nagyon jó állásból nem elmenni akart onnan, csak még jobb, azon a helyen még jobb többet szeretett volna elérni, és meg is volt konkrétan, hogy mit. És elkezdett gondolkozni arra, hogy ez mind kellene nekem dolgozni, az álmom megvan, milyen céljaim lehetnek hozzá, és ebben tud segíteni egy coach. És az egyik az 5 éves terve jött elő. Tehát meg volt az ötödik évre, hogy szeretné, részletesen elmondta, hát azzal álom dolgozni. Tehát gyakorlatilag a céljait bár egy kicsit segíteni, hogy az erőforrásai, hogy valamit nem lát meg rögtön, nem vesz észre. Tulajdonképpen igazából mindegyik, az életünknek mi magunk vagyunk a szakértői. A coach az egy támogató, azt is mondanám, egy kísérő. Még szebben valaki azt, egy könyvben azt írták le, hogy a tanúja a változásnak. Tehát a coach egy, mondjuk azért nem egy passzív tanúja, egy aktív tanúja, de tulajdonképpen a tanúja a változásnak. És egy kísérője az úton. Azt szokták mondani, hogy egy kicsivel hátrább, és egy kicsit mellette megy. Tehát nem előtte, nem húz, és nem is tol, hanem azt amikor kinéz és valamit, és akkor tud segíteni ezzel a kísérő funkciójával, ezzel a kísérő pozíciójából. Tehát abszolút így van, hogy igen, sokan valahol mi megakadás miatt keresik fel az embert, de abszolút nem csak az. Tehát gyakorlatilag az életnek bármilyen szituációjában, ugye vannak life coachok, mindenféle coachok vannak, gyakorlatilag nagyon sokféle segítést tudnak adni. Kívülállóként mégis segítve, gyönyörű lilla, még, talán még szebb, mint ahogy én, sőt, szebb, mint ahogy én mondtam. Esetleg még lehet kérdezni, egy pár perc van, hogy valakinek esetleg valamilyen kérdése a 22 a hallgatóból, nézőből, vagy Leona neked. Egyébként most ugorjunk akkor egyet, mert van egy következő szlájd, ami kapcsolódik ehhez. Igen. Gyakorlatilag, már megint elment, pillanat. Okay. Hogy ugye ez egy körforgás, ez a tervezd meg a célt, bal felső sarokból induljunk el, tervezd meg a cél elérésére tendő lépéseket is, hogy mit vársz az eredményként, akkor hajtsd végre a megtervezett lépésekért, hasonlítsd össze az elért eredményeket a tervezettel, tehát tervezd is egy eredményt, ha elérted a célt, akkor tűzd ki egy új célt, ha csak részben, akkor azt, ami működött, azt építsd be, és a többire meg ismételd meg a ciklust. Tehát ugye itt jön az, amit mondtam, hogy az álomhoz több cél vezet. És gyakorlatilag van, hogy egy célt is több körben csinálsz meg. Mert amit először elhatároztál, az nem oda vezetett teljesen, ahova eredetileg tervezted. És ugye van ez a nyíl itt, ha látok, akkor a plan, do, check, act, van ez a continuous improvement, ez a folyamatos fejlődés. Ugye? Ez azt jelenti, hogy ez egy körforgás, mész fel egy lejtőn. Vegyük azt, hogy van egy lejtő, ami a végén az álmod van, és gyakorlatilag többször megfordul ez a kerék, ez a PDCA, tehát a PDCA kerék többször megfordul, ahogy a céljaidat néha kétszer fordul meg egy célhoz, de van, hogy mindegyik célhoz van egy ilyen, és mindig följebb kerülsz, mert mindig konszolidálod azt, ahova elértél. Tehát amit elértél, azt konszolidálod. Ez egyébként a Lean, a Toyota Production Systemből származó dolog ez a PDCA, de nagyon stimmel erre akár egy magánéleti, akár le akarok fogyni, akár arra is tud stimmelni. És gyakorlatilag nem látom, hogy nem látok kérdést, illetve lehet lehúzom, lehet, hogy van. Nem. Nincs most. Jó? Akkor menjünk még egy szlájdra, ez tulajdonképpen ez a
elköszönő szlájd előtti utolsó. Gyakorlatilag beírtam magyarul is. Ugye az az igaz, hogy amikor boldog vagyok, akkor a dolgok meg fognak változni. És az a fals, a hamis, hogy amikor a dolgok megváltoznak, na majd akkor boldog leszek. De jó. Rajtunk múl. Igen, ez nagyon megfogott. Ez is a Facebookról szereztem a minap. Ez nagyon megfogott ez a kép, hogy még egyszer, amikor boldog vagyok, a dolgok meg fognak változni. És a boldog helyett én szeretem beletenni azt, hogy amikor dinamikus egyensúlyban vagyok, akkor a dolgok meg fognak változni. Igen, csak rajtunk múlik, ahogy Lilla hozzáteszi. Én picit óvatosabb vagyok, főleg nagyon sok minden rajtunk múlik. Sokkal több múlik rajtunk, mint gondoljuk. Igen, ez egyetértek, teljes egyetértek. És gyakorlatilag most ez a befejező slide. Itt van az, hogy én egy szakmai közösségben dolgozom, a Business Coach Kft-ben, és gyakorlatilag ezeken lehet elérni. Nekem van szájtom, de azt azért nem írtam be, mert azt nagyon régen nem csináltam vele semmit, de van egy blogom, ez a vezetőicoachingblog.hu, azon írok sok mindent. Én és azt mondom, hogy... Nekünk, na kérdezz! Hogy igen? Oktatni, tanítani, tréningeid vannak-e? Mert most te azt mondod, hogy business coach vagy, de valahol annyira azt érzem, hogy nem csak vezetőknek, hanem egyszerű magánembereknek, akár egy házi asszonynak, most mondom így, óriási értéket tudsz adni és segíteni, hogy mivel fordulhatnak hozzád, miben tudsz segíteni, vagy csak vezetőkkel foglalkozol szívesebben, nem, vagy nem. Tréningeid. Nem csak vezetőkkel, de azért az, hogy business coach, az jelent valamit. Tehát például élet a váltásnál például, tehát amikor valaki elveszti a munkahelyét, és gondolkodik, és hogy nagyon mélybe kerül. Egyébként az egy teljes külön, hogy hívják, hogy hogyan lehet feldolgozni az ilyen dolgokat. Arra már tulajdonképpen már majdnem megvan egy ilyen prezentáció közül, amit csináltam, csak kettő nem fért bele. Tehát gyakorlatilag nagyon sokféle, de én azt szeretem, ha mindig van benne egy vektor, ami a munkáról szól. Tehát, hogy azért a válás meg, tehát, hogy annyira tiszta life dologgal ne. De bármi, ami olyasmi, ami valamennyire az, hogy hogyan akarom fenntartani magam, hogy a munkával valamennyire kapcsolatos, és abban mindig lesz magánéleti vonatkozás is. Tehát gyakorlatilag én szívesen veszem, ha ezen a mailen megkeresnek, akkor meg tudom mondani konkrétan. Ezt általánosan így tudom elmondani, de konkrétan megírjam. Tanfolyamait oktatni, nem? Nem? Csinálunk tréningeket. Most az az igazság, hogy egyelőre nem. Egyelőre nem. Tréninget tartok. Mi ezt nem oktatás, azt, hát még képzésünk is van tulajdonképpen. A Műszaki Egyetemen egy ilyen mentoring képzést indítunk. De olyat, amit mondasz, azt még nem. Meglátjuk. Leona, mindenesetre köszönöm, hogy mondtad, majd még gondolkozom rajta. Mert biztos vagyok abban, hogy sokan kísérnénk figyelemmel, akár ha tudnál valahogy így online. Óriási dolgok ezek. A maga egyszerűségével, tehát nem, én nekem nagyon tetszett, tehát nagyon jól éreztem magam vele. A magad egyszerűségével tényleg mindannyiunkhoz szóltál, és biztos vagyok abban, hogy nagyon sokunknak, ha valaki még nem is indult el egy bizonyos változás irányába, de valami megmozdult, és érezzünk rá arra, hogy legalábbis én így érzem, hogy valamitől nagyon félünk, meg valamit nagyon nem akarunk, és milyen sok apró kis dolog van, és nem kell ezért olyan hú, de nagy dolgokat tenni, és már is elindulunk, és már is haladunk, csak ez a pár lépés, amit tanácsot adtál, biztos vagyok, hogy írjuk le, és a többi. Mindannyian, igen, nagyon jó volt, jeleznek vissza. Igen, Jutka, Jutka. Köszönöm szépen, Jutka, igen. Annyi valóvást tartozom, hogy tehát nem vagyok egy ilyen, nem féltem ettől, igazából megmondom neked őszintén, mert én nagyon személyesen szeretek beszélgetni, és az, de te segítettél, megmondom őszintén, hogy egy ilyen élő legyen, mind csak téged figyeltelek, és annyira a reakcióidból
energiát adtál és erősítettél. Köszönjük szépen Atinak is, köszönjük Gergőnek is. Zsuzsanna a Vajdaságból, nagyon szépen köszönöm nektek, és akkor hát egy jó napot nektek is, egy jó hetet is, oké? Okay? Köszönöm, szervusztok! Viszont kívánom is a nézőknek is, sziasztok! Sziasztok!